Sziasztok! Ezúttal gyertek velünk kisvárosunk hétvégi termelői biopiacára. Az esős változékony idő miatt kevés árus pakolt ki, de azért meglátjátok, még így is megéri itt vásárolni. Aztán mivel hétvége van, ilyenkor az ingatlanosok kinyitják az eladó ingatlanok ajtaját, így megnézhettek velünk egy szép kis házat. Majd nézelődünk bútorboltban, és megebédelünk a kedvenc latinos gyorséttermünkben, a Pollo Tropicalban. Ezúttal tehát lesz ingatlannézés, lakberendezés és grillcsirkézés, de előtte az esővel és széllel dacolva piacozunk. Megtaláltuk a kedvenc francia pékségünket, velük már találkoztunk máshol, úgyhogy most veszünk croissant-okat, bagettet, van sütijük is. Én szerintem pizzát kérek. Mindenki úgy csinál, mintha legalább Alaszkában lennénk, vagy az Antarktiszon. Hát igazából 20 fok van, de ez már nekünk meglepetés. Nézzétek, még a könnyem is kifolyik, mert ugye fúj a szél. 5 dollárba kerül a frissen facsart, narancslé, mangólé, mandarin, van sokféle. Az a jó, hogy ezek családi vállalkozások, igen, ők ezzel foglalkoznak. Ez akkor friss, meg van fasá, floridai. Na nézzük meg a zöldségeket, gyümölcsöket. Ez is ugye helyi termelőktől van. Jól néz neki, szép a tálalás is. Nagyon helyes. Áfonya. Ez az áfonya, jól néz. Ez ilyen kis mini padlizsa lenne? Zöldbab, nagyon jó. Nézd, van tarkabab. Ez nagyon jó bablevesnek. Ugye itt most van az eper szezon, tehát tényleg az is friss. Mami, barac! Itt akkor tudunk venni friss paradicsomokat. Választanék barackot, dinnyét, epret, meg áfonyát. Matikám, jön vissza a papa, ne aggódj, csak elvitte a kenyereket a kocsiba. Gyere, mutatok neked egy érdekességet. Nézd, mi ezt ez? A paprikát, milyen hosszú. Wow! Jól néz ki, nem? Ez biztos csípős. Itt van citrom. Nem viccelsz. Nem viccelek. Nézd, ezt a szeretet. Nagyon. Hagyd meg, kis uborka. Citromunk meg lime-unk, az van otthon. Gyömbér. Ez mi? Ez egy kis tök. Ebből lehet tökfőzelőket csinálni. Tudod, azt láttam Magyarországon. Hát a nagymamának van, ugye a nagypapának a kertben. Árulnak friss tojást is. Lehet, veszünk egy egész tárcával. Én mindent akarok. Itt van szőlő. Itt van egy drágén. Friss retek. Káposzták. Zeller kell, ó, minden, tényleg. És frissen készítik a guacamolét, az avokádót most törik össze. Ez azért van kirakva meg a chips, hogy megkóstol. Megkóstolja? Látszik, hogy friss. Nézzük. Jó. Na, fogunk egy kosarat, és akkor elkezdünk bevásárolni. Megint elkezdett esni az eső. Jól néz ki, nem a paradicsom? Igen. Ez biztos, hogy házi termelőtől van. Itteni gazdáktól. Gyere vissza. Mutatok nektek egy érdekes zöldséget. Kubában úgy ismerik, mint kimbombó, de talán ti jobban ismeritek úgy, hogy okra. Ebből Kubában darálkússal pörköltet készítenek. Én amikor gyerek voltam, kóstoltam egyszer, nem a macsinál együtt a darálkús. A darálkús, de nem annyira szeretem. Akkor ez a hagyma, mint a fejem. Hatalmas. Hiába rossz az idő,
szél van, meg eső van, látjátok, hogyha valami jó, mint ez a kis mini piaci, egészséges zöldségek, gyümölcsök vannak, nincs permetezve helyi termelőktől, akkor minek az emberek? Nem törődnek az esővel. Nézzük, hogy milyen ekkor esik a eső újra. Innen lehet venni friss halakat, rákokat, ott vannak a hűtőtáskában. Találtunk egy másik francia fékséget is. Ó, itt még brownie is van, meg muffinok. A gyümölcsös torta, ez nagyon jól néz ki. Besamel szószos és spenótos, sonkás sajtos, és ebben is vannak különleges sajtok. Ezek a reggeli variációk. Ez sajtorta. Nagyon jól néznek ki tényleg. Muffinok. Szóval, hogyha azt nézzük, hogy különleges dolgokat vettünk és egészségeseket, akkor hogy összességében ugye narancslével, péksüteményekkel és a zöldségekkel, gyümölcsökkel együtt. $55. Pizza, amit már most ugye eszünk. $55 fizettünk. Kerekei. Ez az tényleg nem sok. Minőség utca. Igazi franciai, tudod, a bakeries, igazi francia bácsi, találkozom a tulajdonos. Isteni a dolgo, meg a szolsége, igazi, tudod, friss narancslé. Házi termelőtől. Házi termelő, igen. Az enyém zöldséges, az én pizzám. Nagyon jó. Hír? Az 4 sajtos? Aha. Meg leveszed egy kicsit a papírt róla? Ó, oliva bogyós. Amit még tudunk csinálni egy ilyen esős hétvégén, hogy ugye ilyenkor vannak open house-ok, vagyis az ingatlanosok várják az eladó ingatlanokban a leendő vásárlókat. Úgyhogy itt a környékünkön is ki van rakva a tábla, és akkor bemegyünk egybe, megnézzük. Na hát előttünk már valaki itt bejelentkezik éppen, ugye itt van a kis kaputelefon, mert hogy ez egy zárt, kapuval védett lakópark. Úgyhogy megmondjuk, hogy mi is jöttünk megnézni az ingatlant, és akkor beengednek bennünket. A lakók persze, akik itt laknak, azok a másik sávban, nekik automatikusan nyílik az ajtó. Ott van az információ, megadva a telefonszáma az ingatlanosnak, fel kell hívni és bejelentkezni. Okay, see you. Thank you. Nagyon helyes kis házak vannak. Nem helyes, brutális. Én szerintem... nem helyes, hanem brutális. Helyes, én vagyok a helyes, hanem brutális. Jó, nem kis szarény hajlékok, az tiszta látszik. Kis helyes, én vagyok helyes. Ilyen ház, ez egy brutális. Nem... Várjál... Gondolom, tó van mögöttük. Ott van a tó. Azt nem mondtuk, hogy Parklandban vagyunk. Ami egy nagyon helyes kis lovas központ, egyébként egy pici kis város, nagyon jó iskolákkal, és hát elég jó módú lakókkal, ahogy látszik az ingatlanokból is. Tessék, új is így van. Uh-huh. Akkor van más nézelődő is rajtunk kívül. Szóval ez az ingatlan. Ó, nézd, mennyi csak ott, ő most indultak. Most 3-4-en nézik. Aha. Egyszerre? Aha. Nézzük akkor meg, hogy mit tud ez az ingatlan. Látszik, hogy két garázsos, kétszintes. Kicsit hangzavar van, mert tényleg sokan vannak benne. Rengeteg. Mutasd akkor, hogy mit tud a ház. Négy hálószobás és 3 teljes fürdőszobás. Két emeletes, ugye önálló családi ház, egy dupla garázssal, square feet-ben ekkora, ezt majd megnézem nektek, hogy mennyi négyzetméterben. Úristen, nem kicsi a telek. Nem kicsi a telek, nagyon világos. Oda hatul a folyó, Mistolt folyó. Hát itt ugye leírja, hogy... Mi más van még? Igen, itt van, hogy vízkapcsolatos. Itt van a medence? Van medence is, pont azt olvasom. Ami nagyon érdekes, hogy a közös költség az csak $100. Nagyon, ebben nagyon. A lakóparkban láttátok ugye, hogy kapuval védett és gyönyörű. Az iskola tudni kell, hogy ilyen kerület, az iskolát mindig 10 pontot. 10 pontos. Vigyázzam, lesik a víz, jó? Na kezdjünk akkor itt kint. Ugye van ez a tipikus floridai háló.
így nem jön be semmilyen bogár állat, és akkor lehet élvezni ugye ezt a gyönyörű hátsó kertet. Mondtuk ugye, hogy vízkapcsolatos, tényleg csodálatos. Igen, ide lehet kerti bútorokat tenni. Van egy pici medence. Igaz, hát tele, hogy pici, nem? De mind nagy medence. De a klubházban egy nagy medence. Persze. A lakóparknak külön nagy medencéje van. Az amerikai házakban tipikusan két nappali van egy ilyen vendégfogadó rész, az úgy rögtön itt, ahogy megérkezünk. Innen rálátni a medencére, és ugye az egész egybe van az étkező, és ott hátul a konyha, ott van egyébként a családnak a nappalia. De oda, hogy be is de rengeteg tárolóhely van, még ott befelé is. És még mami, te mész ide, és még egész. Ez pedig a feljárat. Az emeletre. Innen jól látszik a lenti nappali rész, étkező és a konyha. Itt, ahogy megérkezünk az emeletre, nézzük meg a szobákat. Itt az egyik gyerekszoba. Ez olyan az és a másik rögtön mellette. Természetesen gardróbbal mindegyik szoba. És a két gyerekszobához van egy saját fürdőrész. Tudod, cserélni kell a bútorot, picit kell a bútorot. Igen, felújítani kell. Ez egy zuhanyzós. Itt a WC. Hát igen, ezt a fürdőszobát fel kell újítani. Itt vannak tárolók. Nézzük a felnőtt hálót. Ez jó, hogy a gyerekektől így el van szeparálva. Ezt szeretem. Ez egy jó tágas szülői hálószoba. És ez mindig így van, hogy a hálószobán belül van a külön fürdőszoba. Kettő gardrob van, egy férfi és egy női gardrob, sétáló gardrob, be lehet menni. Szóval, fürdőkád. Sarokkád, zuhanyzó. Itt is van tároló, WC, dupla. Fagylós. Hát, ezt is fel kell újítani. A csempék elég régiek. Nézzük meg akkor lent. Ugye ilyen galériás, ezt látjátok. Látszik a medence. Újabb és újabb családok jönnek, tényleg nagyon sokan megnézik. Hát itt percek alatt szerintem eldől, hogy ki veszi meg. Ezt tudja, hogy még ma eladják. Ugye itt volt a bejárati ajtó, ahol bejöttünk. Itt a mosókonyha. És itt lehet a garázsba kimenni. Óriás, dupla. Hatalmas garázs, igen. Hogy kell kijönni? Ez a lényeg, hol itt van egy külön kis fürdőszoba, ez egy ilyen vendégfürdő. Ugye ez a harmadik fürdőszoba a házban. És itt a negyedik szoba, ami igazából egy kis dolgozó. Vagy vendégszoba. A fő hálószobák azok fent voltak az emeleten, ugye a két gyerekháló és a felnőtteké, a szülőké. És akkor ez tényleg lehet vagy a vendégeké, vagy mint dolgozószoba. A vendégfogadó mellett ugye itt van az étkező rész, kilátással a kertre és a medencére. És akkor mindjárt megmutatom nektek a konyha részt a család nappaliával. Ott fent voltunk az emeleten, ott láttátok a szobákat. És ugye a bejárat. Ezeket a bútorokat csak azért rakják be, hogy
el tud képzelni, hogy hogy néz neki, de egyébként amúgy üresek szoktak lenni az eladó ingatlanok. A gyerekek a legjobban a tárolókat élvezik, mert be is tudnak menni. Igen, mert oda a bőröndöket lehet tenni. De nézd, egészen addig meg. Egészen. Oh, még bekanyarodik. A lépcső alja, igen. Ez ugye a második nappali, amit említettem. Családi. Egyben a konyhában. Ugye ezt is egy picit fel kell újítani. Viszont akkor itt ki lehet menni a konyhának a teraszára, ahol akár grillezni is lehet. Ott látjátok a folytatását, ugye a másik nappalit és az étkezőt. És még itt van egy kis reggeliző sarok is. Milyen helyes, hogy itt iszod a kávét és látod a folyót. Na, Áber, nagyon jó hangulata van az egész háznak. Tágos, nem világos. Nem túl nagy, de szerint jó hangulat. Kényelmes. Update-álni kell egy picit. Abszolút. A füldöszó a csempő, de attól is nagyon jó hangulat. Igen, a burkolatok azok egy picit. Fontos itt a környék. Ez egy nagyon-nagyon jó környék. Az isteni ez a nagyon-nagyon hely. Nagyon-nagyon... Nyugó, biztonságos. A konyhába ki lehet jönni egy ilyen kis oldalsó kert részbe, és itt van egy lebetonozott terasz rész, amit ugye szépen meg lehet csinálni, és akkor reggelit kávézni, és látszik ugye a folyó. Így meg tudom nektek mutatni a kertet, hogy kívülre jöttünk. Ugye ott már láttátok bent a háló alatt, hogy milyen. Ez egyszerűen fantasztikus. Nagyon-nagyon floridai. Ott úszkálnak a kacsák, nyugalom van. Így jobban látjátok, hogy milyen ez a hálós rész. És az ingatlan hátsó része. Mit mondtak, hogy mennyi az ára? A többi ház itt a lakopár. Aha, lakopárban? A többi háza majdnem fél millió. 477. Uh-huh. Ez 430 valamennyi fogos. Azért meg költeni kell rá. Valamennyi, de kell egy picit, igen. Otthon érzed benne magad, nem? Én azt mondom. Jó kis házikó, tényleg. Megmutatom még nektek itt kívül a bejárati részét. Nagyon világos, nagyon jó világos. Ez a dupla garázs, én oda is tudom költözni. Ekkora a dupla garázs, hogy nekem ott nem kell. Kiadhatod albérletbe. Ez itt van a barátom. És látjátok, hogy mennyire csendes az utca. Csak mutatom nektek, egy Maseratival most érkeztek meg. Ők is megnézik a házat. Hát azt hiszem, hogy itt kapkodni kell, hogyha valaki meg akarja venni. Jó kis ház, és hát ugye a szomszédok is jók. Ez ugye nagyon számít, hogy a lakóparkon belül hasonló ingatlanok vannak. Nagyon fontos, hol van a ház, nem csak a biztonsági környék, hogy legyen jó kapcsolat, legyen jó a connection. Autópálya kapcsolat. Igen, például itt van az két autópálya, két fő autópálya. Itt van 25 perc a nemzetközi repülőtér. De hány repülőtér? Kettő is? Kettő meg is a West Palm Beach és meg a mindenki, Fort Lauderdale. Szóval nagyon fontos, nem csak a biztonsági környék, a jó szép környék, hogy legyen jó. Gyakorlatilag, ahogy a lakóparkból kimész, 2 percen belül fel tudsz kanyarodni a legközelebbi autópályára, és mehetsz ugye észak felé, Orlandó felé, vagy délre, Miami felé. Pontosan, mert itt van a nagy-nagy jó minőség mallok is. Bevásárlóközpontok. Igen, bevásárlóközpont, 10 perc alá. Most már elhagyjuk a lakóparkot.
is rögtön itt a főút. Most, hogy megnéztük ezt a házat, be is rendezzük, mert itt mellette van egy jó kis bútorüzlet. Megnézzük, hogy milyen bútorok vannak, megmutatjuk nektek. Nagyon szép kis bútorok vannak, olyan finom színekben. Itt van a hálószobára egy variáció. Teljesen más stílus, mint ami Magyarországon megszokott. Ugye itt az ágyak is magasabbak. Nekem nagyon tetszik az ágykultúra, ezt már említettem egy másik videóban, hogy olyan szépen meg vannak csinálva. Tetszik, Miri? Szőnyeg? Szép. És csak itt az ára, nézzük meg, lessük meg. $800. Gyere, nézd meg, milyen szép ez az étkező. Wow, milyen elegáns. Szép. Tálalóval. Jók a lámpák is. Dekorációk. Mi a neve? Miranda. Hát akkor ezt meg kell venni, Mirine. Mi van itt? Ezt tetszik neked? Ez $1500. Hogy kell kinyitni? Ó, megtaláltad. Ó, ez olyan, mint egy szabda. Na és mennyibe kerül a Miranda? Csak az ottomán, 400. $400 az ottomán, és $1000 mögött a kis kanapé. Szép bútorok vannak, tényleg. Itt mondtál, hogy hol van a gyár? Nem csak a, hogy szép, a minőség. Mert a Atlanta. Atlantában készülnek. Georgia meg van csinálni a szeges, ez jó, szomszédos állam. Igazi fa, igazi bőr. Látszik, igazi, hogy minőség. Szóval itt nem a giskárton szucó van ez. Nem, igazi masszis. Nézzük a gyerekeket a burgonitúra. Ott hátul van a koloniális, ez a... Az idősebbeknek. Idősebb, amit tetszik nekem nagyon. Ott hátul van, nézzük, milyen igazi fa. Megnézzük azt is, de ez ilyen jó kis mozizós ez a kanapé, ahogy látom. Bőrgarnitúra. Wow! Lámpa van. A családi nappaliba, ez tökéletes. Ez igen jó, kemény. Ahol tévét nézel. Igen kemény, még kemcsán. Rengeteg ilyen szofa próbáltam, ez a legkényelmes. Igazából $4000 bekerül, de a legkényelmes. Együtt a hármas és a kettes. Az $4000. Gyönyörűek a lámpák, igen. 250. Uh-huh. 250. $700 ez a kis szekrény. Dolgozó szobába íróasztal. Egy jó kis könyves polc, ezek inkább ilyen irodába valók. Abszolút minőség, igen. Mondhatni életre szóló, nem egy IKEA kategória. Ügyvédasszony. Ami a minőséget mutatja, ugye a bútorüzletnek a saját márkája. Ott van bent a védjegyük, látjátok. Ha valaki jobban szereti a modernebb, magas fényű, minimalista stílusú bútorokat, arra van külön bútorüzlet, nem is egy, hanem több is. Ez viszont itt a klasszikus, hagyományos, amerikai stílusú bútorüzlet. Kicsit beköszön, igen, az európai stílus is persze. Amúgy is Atlanta, ott hideg van, szóval. De azért látjátok, hogy ez nem a nagyon fiatalos, minimalista stílus.
Micsoda szőnyegek vannak, gyönyörűek. A mi szívünkhöz egyébként ez közelebb áll, mint a csillogó, villogó, króm és rideg, magas fényű. Ez 762 dollár. Ilyen klasszikus fele stílus vagyunk, nem? Igen, nekünk nem a... Nem a minimalista, nem a modern, nem a... A rustikus nem szeretem. Uh-huh. Egyáltalán nem szeretem a rustikus, szóval inkább a klasszikus. Hát se nem farmház, és se nem a minimalista stílus, hanem... A Georgian, ezt a Georgian Victorianus stílus, inkább ott maradom, igen. Neked is ezt tetszik jobban. Mennyibe kerülnek a lámpák? 200. Uh-huh. És 250. Ez itt van, ez gyönyörű is, ez tibű is. 130, nem is sok szerintem. Ez egy nagyon jó kis bárszék. 200. Az is egy cige? 1199 dollár, milyen jó. Akinek kisebb konyhája van, így berakja, és mennyi mindent el tud nyelni. És lehet reggelizni, igen. Milyen szép ez az érkező. Felmegyünk az emeleti részre, és itt is szétnézünk. Szintes, hogy lehet tovább venni. Itt fenn állítólag van kiárusítás. Nézzük, hogy ez mit jelent. A Skatikrek, nekik ugye rengeteg lakberendezési műsoruk van, nem csak itt az Egyesült Államokban, hanem Kanadában is. Azt hiszem, hogy Kanadában születtek talán. Lehet ismeritek őket. Itt vannak a matracok. Amíg Alberto ejtőzik, addig megmutatom nektek például ennek a matracnak az árát. Itt van, tehát egy 3-4 ezer, sőt a legnagyobb az ugye 6 ezer dollár körüli áron. Hatalmas komód, 1299 dollár. $1,959. 900 dollár a fotel és az ottomán együtt. Nagyon szép kis üzlet, nagyon tetszik. $800 a fotel, a kanapé pedig 999. És itt van a kiárusítás, a leértékelés. Nézzük, hogy mennyit engednek. Azt mondja, ez 700 dollár volt, és most 429. $200-ról 99-re. Az ottomán az 549-ről 199-re, azért az elég jó. $700 mögöttem a fotel, és 1500 volt. Pont a felére leengedték.
Jó kis leárazások vannak, azért 50%-kal olcsóbban megvenni. $300, ez nagyon szép. És végül megmutatjuk nektek a kedvenc gyorséttermünket, amit csak azért neveznék gyorsétteremnek, mert hogy itt is van külső ablakos kiszolgálás, de meglátjátok, hogy nagyon nagy a különbség azokhoz képest, ahol ugye hamburgereket, sült krumplit lehet venni. Most fogom kérni. Csirke, disznó. Az nagyon jó. Bávor. Kérünk egy ilyen. Ez, amit itt láttok, ugye egy negyed csirke, fekete babszószal, fehér rizssel, salátával, ez $6. A picit nagyobb tányér, amiben rák, disznóhús és sült csirke, fehér rizs és babszósz van, az $9. Ez itt sült jukka, tehát sült zöldség, ami a sült krumplinak lenne az egészséges változata. Mi imádjuk, nagyon finom. Most őszintén, finom vagy nem? Nagyon-nagyon. Nem hiszem, hogy mai, nem hiszem, valami grill, grillezve van, ilyen füstös a hús. Isteni. És neked ugye ott van a csontos része, a rák, a disznóhúsi. Nekem itt csirkecomb, csirkeszárnya, csirke mellett már szétosztottam a gyerekek között. Végül is két adaggal jól lakunk négyen. Nagyon-nagyon finom, isteni. A gyerekek is szeretik, mert ugye sült csirke is. Őszintén, $6 egy negyed sült csirke fehér rizssel, fekete babbal, vagy McDonald's-os Big Mac menü? Nem is kérdés. Isteni finom. Egészséged, mert rizs, bab, meg grill csirke, vagy egy mű McDonald's, nem? Van nekik egyébként Caesar salátájú, quesadilla, levesek, édességek. Aki Floridába jön, annak azt ajánljuk, hogy ezt a folyó tropikát mindenképpen próbálja ki. Olcsó és finom.